Állománygyűlést tartott a történelmi Vitézi rend Közép-Magyarország keleti törzszéke 2015. november 20-án Gödöllőn a Premontrei Szent Norbert gimnáziumban. Az esemény a rendi hagyományoknak megfelelően a magyar hiszek egy elmondásával indult, majd a résztvevők harangütéssel emlékeztek az elhunyt rendtársakra. A magyar történelem 1848-as és 1956-os mártírjaira, valamint a közelmúltban elkövetett terrortámadások áldozataira. Kérem, maradjanak állva a harangütés erejé. Leleplezték a törzszék kezdeményezésére karrarai márványból is elkészült Horthy Mell szobrot, mely Vitéz Csák Attila székkapitány szobrászművész alkotása. Ezzel az állománygyűlés jelképesen a kormányzó jelenlétében zajlott. Gondolom mindjárt egyetértünk abban, hogy 70 év után végre egy olyan komoly művészi értékeket is képviselő és a kormányzó úrhoz méltó szobor, alkotás született, mint ez az alkotás, és nagyon boldog vagyok, hogy a törzszékünk nevében elsőként gratulálatok neked, és köszönhetem meg. Vitéz Csuka Tamás dandártábornok nyugalmazott tábori püspök. Beszédében kitért az elmúlt hónapokban a közéletet leginkább foglalkoztató menekült problémára. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni, hogy menekült áradat, ezek az emberek nem menekültek. Tisztelet a kivételnek, kevés kivétel van közöttük. Ezek az emberek honfoglalók, itt egy nap népvándorlás folyik, sőt egy tudatos népvándoroltatás folyik. Ahol tudjuk, hogy mekkora összegekkel, milyen propagandával, uszítják rá ezeket az embereket, köztük, mint kiderült, a terroristákat is, Európára, nem is titkolt szándékkal, hogy bizonyos körök gyarmattá tegyék ezt az egész Európát. Én most nem akarok ebbe mélyebben belemenni, mert nyilván vannak politikához, politológiához nálam sokkal jobban értő emberek, akik tudják, hogy ki mindenki mozgatja itt a dolgokat a háttérben, hogy kik hozták létre az iszlám államot, csak csöndben mondom, akik most bombázzák. Ők hozták létre, ők fegyverezték fel, kik indították el az arab tavaszt, kik csinálták az afganisztáni meg az iraki háborút, kik akarják a fegyvereket eladni és ezen is gazdagodni. Tehát mondom, nem ide akarok kiukadni, hanem azt szeretném elmondani, hogy sok mindenről beszélnek, a miértről nem beszélnek. Mi történik ma Európában? Én bibliai szempontból, hívő emberként nézve azt látom, hogy ez most az Isten ítélete rajtunk. Ahogy megengedte a Szíriának, most megengedi a szíreknek, ahogy megengedte Babilonnak, azért, mert nem hallgattak az Istenre. Üdvözölte a rendtársakat az állománygyűlésen Vitéz Hunyadi László, a történelmi Vitézi rend főkapitánya is. Kevésbé békés az én mondani való, mint a Vitézi rend, történelmi Vitézi rend főkapitánya, aki előtt egy kibont kardál. Talán szándékosan, de én azt hiszem, hogy egy vitézi kard. Én azt hiszem, hogy ez a történelmnek a játéka, hiszen nyugodtan körbevonozhatnánk ezt a kardot most a történelmi Magyarországon, ami szintén itt fekszik előttünk. Nem kisebb a tét a megmaradásunk. És ez nem először van így a történelemben. Vehetjük 500 évenként, vagy még rövidebb időben 250 évenként szinte megismétlődik ez a szituáció. Az 50-es évek, 60-as évek elején drága jó Pius atya, Ferences történelemtanárunk azt mondta, hogy
ne csodálkozzunk, hogy ilyenek a politikai körülmények Magyarországon. Kárpát-medence haramiákkal van körülvéve. És akkor felsorolta azt, hogy Anglia kirabolta Indiát, sok millió embert legyilkolt, szegénységbe, nyomorba döntötte, sorolta tovább Franciaország mit csinál, Kanadát, Dél-Amerikát ugye rabszolgasorba döntötték, Belgium, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Németország, tehát akikből ma mi azt várjuk, hogy megvédjék Európát. Nincs más hátra, ez a kar, higgyétek el. Talán annyi módosítással, hogy ez most nem a célból kell, hogy legyen, hanem abból a szürke állományból, amit a Jóisten számunkra minden időben, a történelem folyamán rendelkezésünkre bocsájtott. Törzsszéki elismeréssel tüntették ki az 1032-es számú Kaszap István és a 802-es számú Szent Korona cserkész csapatok tagjait a pozsonyi csata emlékhely felavatásánál teljesített szolgálatukért. 2010-ben állítottuk ezt az oszlopot, és 4 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy be is tudjuk fedni egy gyönyörű 6 lábon álló, hatalmas fedéllel ellátott emlékhelyről van szó, ahol a hölgyek és a gyerekeik a cserkész beosztottjaitok gyakorlatilag veletek együtt szolgáltak. Úgyhogy most engedjétek meg, hogy ezeket átadjam. Mind a kettőtök kap egy honfoglaláskort idéző hajfonat korongot, és mind a ketten egy-egy kis ezüst érmét a Szent Koronával és a Szűzanyával. Bemutatkoztak a törzsszék idén szeptember 26-án avatott vitézei is, akik a rendbevételük emlékére díszes oklevelet vehettek át a rend főkapitányától. A bemutatkozások után az elismerések kitüntetések átadására került sor. A történelmi vitézi rend ezüst, illetve bronz érdemkeresztjét 3-3 rendtag vehette át. A rend különleges kitüntetési gyakorlata, hogy törzskapitányi felterjesztés és vitézi széki döntés alapján lehetővé teszi a kiemelkedő rendi szolgálatot teljesítő nemzetvédelmi tagozatos rendtársak számára is a vitézi cím viselését. Ebben a kitüntetésben idén 2 részesültek. Ugyancsak törzskapitányi felterjesztés, valamint főkapitányi döntés alapján nyerhető el a rend bronz, ezüst és aranyfokozatú nemzetvédelmi keresztje. Az állománygyűlésen ezúttal 2 ezüst és 2 bronz kereszt került átadásra. A nemzetvédelmi keresztet olyan személyek is megkaphatják, akik ugyan nem a történelmi vitézi rend tagjai, de tevékenységük közel áll vagy kapcsolódik a rendi tevékenységhez, értékrendhez. Ezekben az esetekben a keresztet nem vitézi, hanem polgári ékítmény díszíti. Ezt a kitüntetést ezúttal 2 vehették át. Az elismerések átadása után az elmúlt év mintegy 60 rendi eseményéről szóló törzskapitányi beszámoló következett. Ugye minden évben megrendezik a dicsőséges tavaszi hadjáratnak a tulajdonképpen az emlék hadjáratát. Ennek az egyik legjelentősebb helyszíne az isaszegi csata, és az isaszegi csatába Vitéz Bodrogi Imre és az isaszegi rendtársaink ilyen szabad csapatként vesznek részt. Itt most tulajdonképpen a törzszékünk által felújított és Hanákede nemzetes úr támogatásának jelentősen köszönhető képes fa emlékhelynek a színhelyén vagyunk. Itt most a képen nem látszik, de annak a kőboltozatnak a belsejében egy szűzanyaikon van, és az elején egy méteres vitézi címer faragva kőbe. Ugye itt látszik, hogy a szabad csapat aztán mindenféle eszközzel, favillától elkezdve részt vesz ezen a hatalmas bemutatón. Utána pedig a bandériumnak a vezetését átveszi a mi csapatunk, általában Bárány István nemzetes úr, a parancsnok, és a Gödöllői királyi kastélyban tartott rövid megemlékezés után a Gödöllői 48-as emlékhelynél koszorúzunk. Hát ez az emlékhely sajnos elég rossz állapotban van már, úgyhogy
hogy fogjuk kezdeményezni a rend részéről is a felújítását, mert megérdemli. A beszámoló végén az állománygyűlésen levetítésre került a történelmi vitézirend ezévi vitézavatásáról szóló televíziónk által készített összefoglaló tudósítás. Végül a törzszék alegységeinek munkájáról adtak számot, majd az állománygyűlés szintén a rendi hagyományokhoz méltóan a magyar hiszek egy álmodásával zárult. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,